Rohangászos jó estét! Sípa a dobba a nádi hegedűvel. Retyer útja. Bú! <laughs> Na, mindenkinek kisimultak a ráncai, visszajöttünk két hét adásszünetről. Egy a... forradalmi podcasttel. Forradalmi. Igen. Igen. Popon. Igen. Ö... Na majd erről is mesélhetünk, ez beírom gyorsan a show hogy síp. Hogy sí. ö... néztem a közvetítést ugyanis, de de még mielőtt mindenki félreérteni, hogy mi nem a Bahamákon voltunk a belugázni, ö... hanem, Egyszerűen csak annyira összejöttek a melók, mújó neked is, meg nekem is, hogy nem egyik héten miattam nem volt jó, másik héten meg ö, miattad nem volt jó, de az a lényeg, hogy most már itt vagyunk, és vészesen, hú, ezzel fog elmenni az adás, gyerekek, ez most beugrott nekem. 147 van, tehát ö, két hét múlva kéne ö, valami podcast 150. és tartani, de ezt majd akkor kitárgyaljuk, hogy hogy lesz, mint lesz. Na de mi volt veletek? Most el kéne számolnatok tulajdonképpen két héttel, de én nem emlékszem igazából, még a, csak a tegnapi napomra, tehát ez már ja, megint olyan lesz, sem. hogy az volt még, az volt még, azt is elfejtetem, tehát mondjátok. Jó, akkor amíg összeszeditek a gondolataitokat, ami nyilván van, csak most éppen nem létezik a tér idő eme pontjában, akkor elmesélem, hogy mi történt ez alatt, a két hét alatt. Ugye ezt mindenki tudja, hogy kim vagyok Csíkszeredában. A román nevét valami rémálom kimondani, ez a Mier Csuk. Hihetetlen. <hőző> Medvét nem láttam, viszont uh, elkezdtünk építkezni. Szerintem, Charlie, neked most elküldtem a kvázi majdnem nulla pontot. Igen. Hogy uh, hogy áll, tehát míg az álmenyezett tartó szerkezet van meg, aztán majd küldözgetem a... Szerintem gyorsan megleszünk egy kvázi egy hónap. Uh, és hát azt kell, hogy mondjam, jól érzem magam, hihetetlen jók az emberek. Egy, tehát innen nézve Magyarországra, gyerekek, komolyan mondom, tehát egész, egész más a, a, a nézőpontod. Tehát itt még az emberek beszélnek egymással. Nagyon fontos, hogy hogy... Tudod, nem ez a rohanó, itt is dolgoznak, és itt is haladnak a dolgok, csak senki nem ezzel a rohanó ö, dologgal szembesül, hanem hogy megállnak egy öt percre, beszélgetnek, aztán mennek tovább. Ja, és nem tök lényegtelen dolgokról, hanem, hanem a számukra lényeges dolgokról. És azt vettem észre, hogy sokkal, de sokkal nagyobb az az összetartás az emberek között, mint, mint otthon. Tehát, hogy reggel van egy ilyen kis összejövetel, és, és ott mindenki mondja, ó oh, láttalak a jéghoki meccsen, én is láttalak. Itt a jéghoki az olyan, mint nálunk a, nem is tudom, mint a vízipóló. Tehát ilyen kvázi nemzeti sport. sportnak számít. Nekem nagyon furcsa, ugye, mert hiába van Szegeden ö, korcsolya pálya, vagy csarnok, vagy nem tudom én, ilyen téli, nyári, akármi, de mondjuk Szeged nem híres a jégkorong csapatáról. Itt meg, nem tudom, így falvanként van egy jégkorong csapat, tehát valami elképesztő tényleg. És, és hát ugye ismerkedem a helyjel, ma voltam Csíksomjón, ami nem egy nagy kunszt egyébként, mert tudod így mész Csíkszeredán, és egyszer csak az egyik utcába ki van téve egy tábla, hogy Csíksomjó, és onnantól kezdve Somjó van. Tehát így össze van épülve az egész. Lementem a Csíksomjói úton van egy forrás, és ez nekem megdöbbentő volt, az természetes szénsavas forrás vicc. Hmm. Érted? Tehát, hogy odamész, és és azt hiszem, mondták is, hogy ilyen 80 mg körül van benne a szénsav tartalom, tehát majdnem olyan, mint mondjuk tudod, ez a, ez a nem szénsavas, hanem ez az enyhén szénsavas ásványvíz. És ez ott folyik, és ott emberek kannákkal állnak, és három ilyen kis csap van, ahol lehet tölteni. Ez zseniális. A másik az, ami számomra döbbenet volt, hogy a a március 15-ét itt, ugye ez nem munkaszüneti nap Romániában, de hogy így én nem is mentem ünnepségre, meg nem is készültem semmire, jött az egyik ismerősöm ismerőse, hozott egy széke és egy magyar kokárdát nekem ajándékba, és amikor elmentem a, a Somjó felé, akkor lovas huszárok jöttek velem szembe, Fekete mentébe öltözött emberek kokárdával a, a mellükön sétáltak, érted? Tehát valami tehát elképesztő volt, hogy hogy, hogy itt az, ezt az ünnepet nem úgy élik meg, mint otthon, hanem, hanem tényleg egyfajta nemzetként ünnepelnek. És az a lényeg a számomra, hogy egy nemzetként. Tehát itt nincs brüsszelezés, nincs sorosozás, nincs semmi. Itt igazi hagyományőrzés van, és nemzetben gondolkodás. Ez elképesztő, tényleg. Tehát azt kell mondanom, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy itt Székelyföldön töltsön el egy huzamosabb időt, beszélgessen az emberekkel, egyrészt edzi az agyát, mert hogy, hogy hihetetlen módon figyelni kell arra, amit mondanak, mert ugyan magyarul beszélnek, de egy, egy csomó dolgot nem értesz egyből meg, amit mondanak. És hát nem tudom, a dolgok összegzéseképpen azért itt is a bürokráciával keményen kell küzdeni. És erre mondta nekem valaki, hogy hogy Románia korlátlan lehetőségek és a lehetetlen korlátok hazája. És erről a mondatról nekem Isten bizony nem Románia jutott eszembe, hanem Magyarország. Úgyhogy ezen egy picit így elgondolkoztam, és, és ugye visszatekintve a... a regisztrációs szagára, ami még a mostani percig is tart, és mondjuk csókoltatom az úgy itt innen is, amikor ezen a héten, amikor ugye március 20 egyfajta határidő, mindenki, aki ezzel foglalkozik, elmegy 20 ig szabadságra. <laughs> Tehát nem, ilyen nincs a világon, érted, hogy írsz valakinek, visszajön a levél, hogy hogy szabad, tehát egy automata választ kapsz, hogy szabadságon vagyok, a helyette sem ez, meg ez, írsz neki egy levelet, és onnan is visszajön egy automata levél, hogy szabadságon vagyok. Lehet, hogy szerelmesek, Na, és együtt mentek szabadságra. Elképesztő. Én már azt gondolom, hogy direkt csinálják ezt amúgy, de lelkük rajta, tehát azt gondolom, hogy lesz egyfajta történelmi visszatekintésünk erre az időre, és, és egyszer írástudó emberek majd összerakjuk ennek az egész sztorinak a történetét, és mindenkit név szerint meg fogunk említeni, és nem az emlékezetünkből, hanem a levelezéseinkből, hogy kik voltak azok, akik gyakorlatilag megkötötték ennek az egész sztorinak a, kezét, lábát. <kül> Teljesen padlón vagyok egyébként a, ez, ez, ezekkel a, a sztorikkal. Na, most ti jöttek. Krisztián, neked is van egy szagád. Hú. Nem is egy. Bocsánat, 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 <kül> még mielőtt itt bárki bármit folytat. Nem ejtettél szót, Fifika, arról a fantasztikus harról, amit iszonyat nagy pénzért vettél. <kül> Uh, el sem merem mondani. <laughs> ugye azt már biztos mondtam, hogy itt a pacal pörkölt, az nem, nem pálya, tehát itt csak levesként lehet pacal tenni. És hát én csorbából az egyfajta erre a vidék, nem csak erre a vidékre, Romániában egyébként szerintem bárhol ehetsz csorba levest, ez egyfajta savanyú ö, leves, ebből létezik zöldséges, pacalcsorba, hamis pacal, amit ugyanúgy főznek, mintha pacal lenne, de csirke van benne. És hát így már marhára untam a pac, tehát imádom egyébként a pacalcsorbát, meg önmagában a csorbát, de már itt tudod, leetted az étlapot már, itt, itt vagy kint több mint egy hónapja, lezabáltad az étlapot, Hát mit tudom, egy picit vissza kéne fogni magamat vacsorára, hal. Hal, azt van-e? És akkor mondja a szakács, vagy a pincérnő, hogy mindjárt megkérdezem a, a szakásnőt, hogy van-e hal. Vissza azt mondja, van. Jó, hát akkor mondom, kérek egy halat a krumpli pürével. És akkor kihozott egy pisztrángot. Ami írdés mond, tehát nem, 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 akartam elhinni, amikor írta össze a számlát. 8, azaz 8 lejbe került. 70 forint a lej, gyerekek. Nem írtál valamit? És nem, nem. És ezért a, a pénzér, öcsém, egy egész pisztrángot meg, megsütöttek roston. Tehát valami, és eszméletlen finom volt. Tehát de lehet, hogy a konyha ablak alatt ívnak a patakba a pisztrángok igazából, és, és utának... kirakja a serpenyőt, és beleugranak tömegébe. Utána jártam ennek a pisztránk és kiderült, hogy itt a környék tele van pisztrángtal. Na, mondom én. Tehát, és itt van füstölt pisztráng, van itt mindenféle. Én, én mondjuk tengeri halra számítottam inkább, hogy majd azt fognak hozni, ugye Magyarországon ez a szemételetetett pangázius a legnépszerűbb halfajta, de ez a pisztrángy gyerekek isteni volt. Mondom, le, le a kalappal érted. Kész voltam. Hát ez volt a, a hal története. De egyébként semmi nem drága. Tehát Megeszel egy pacal csorba levest, az ugyanúgy nyolc lej szoroz be 70 forinttal. Vagy megeszel egy, nem tudom én, egy kordonblőt, egy ilyen sajtal töltött csirkemelfilét, az mondjuk 10 lei, vagy 12 maximum. És nagyon finom, nagyon klassz. Olyan palacsintán tettem, gyerekek, hogy azt meséltem. Nem, hát csak nem, ezt az olcsó halat. A legközelebb kérni fogok, lefényképezem. Tehát a palacsintát nem tud... Én már ettem nagyon sok helyen palacsintát, hát kétfajta hajtogatási módja van a palacsintának. Így van? Vagy Ö föltekerik, vagy Isten, háromszögre hajtja. Ja, hogy e nem tudtam ezeket én. <lós> az meg... Mondjam, és kihoznak a egy tányért, és tud, így ránézel, és úgy néz ki, mintha valami, nem is tudom, Franciaországban egy, egy ilyen Michelin csillagos étterembe hozták volna ki elébet. Tehát valami elképesztő volt, és úgy volt megcsinálva a csokoládé és palacsinta, hogy a palacsinta közepébe tették a csokoládékrémet, és nem tudom, hogy hogy, de összefogták úgy, mintha egy ilyen kis patyú lenne. Haha! Egy citromkarika volt, ami összefogta a száját a batyunak, meg volt hintve porcukorra, két ilyen batyú volt a tányéron, meghintve porcukorra, és csokoládé öntette, így meg volt firkálva keresztbe hosszába a tányér. És ezt egy, ezt egy írdatlan nagy, szép fehér tányéron képzelde, mint egy művészeti alkotás és frissen sütött palacsinta, ropogott a, a batyunak a szája, a palacsinta tészta, hát, és, és, egy ilyen, ilyen vaníliás csokis krém volt benne, hát mondom, valami bődület volt. Teljesen ki vagyok egyébként azóta itt a helyi gasztronómiától, hogy mennyire érdekes, meg, meg finom, és még egyszer mondom, tehát a magyar árakhoz képest abszolút megfizethető ö, minden. És még a kiszolgálás is első osztályú. Csikszered a köszönöm szépen. Én, tényleg nem, 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 nem tudok mit, mit mondani. Mindenkinek el kell egyszer idejönni. Ennyi. Na, Krisztián, akkor most beszéljünk a te szagádról. Egyszer meglátogatunk. Melyik szagámra gondolsz? Hát azt mondom, hogy van több is. A cipőd szagára. Cipőcipőm szaga, zseniális. Én egy kicsit el vagyok temetve a betűk alá, így most az elmúlt két hétben, úgyhogy még kapóra jött, hogy múlt héten se volt adás, mert hogy ugyan semmiféle értesítést nem kaptam az alkotmánybíróságtól, hogy bármiféle határidő szorítana ez ügyben, de én mindenképp szeretném még ezen a héten letudni, sőt igazából már ennek a hétnek az elején szerettem volna letudni az egészségügyért felelős államtitkár állásfoglalás arra való válasz az alkotmánybíróságon. Úgyhogy Charlie az előbb pont a szememre vetette, hogy két hetet csinálod, két hetet csinálod. Nem, Végaz, nem, várjál, várjál, várjá, nem így mondtam. Te azt mondtad, ha hogy nem? legyen feszes az adás, pörgessük meg, mert hogy milyen sok dolgod és erre mondtam, hogy Krisztián, annyit tudok mondani, két heted volt rá. Két hét. Ennyi. <laughs> mert mindig te, ha te az a figura vagy, egy kicsit patópál. Mindig tolom, mindig tolom, mindig magamra veszek még valamit, azt a végén ki senyved, kis Horvaden ezeknek a terhe alatt? A Charlie. Mi? Mi? Igen. A mi időnkből csíp a én a Krisztiánt abszolút meg tudom érteni, mert én is ilyen vagyok, hogy mindent az utolsó pillanatban, mert akkor van ami haj. Ja, érted? Én, én is így voltam a, a törstők emeléssel, utolsó pillanatban. <gül> szóval... <gül> Várjál még, meg... na mindegy, ezt majd mondom akkor. Mondja, ez Krisztián. Ez Góvács. nem teljesen van így egyébként, urak. Hát mert ezt gondoltam. Az nekünk, így. Ezt... Na igen. Hát n nálam ez például úgy működik, hogy elkezdek fejben gondolkodni azon, hogy mit akarok írni, és időnként eszembe jutnak ilyen kulcsmondatok, és ezeket lejegyzegetem. Le Lejegyezgeted. De akkor ez az előgondolkodás. Ez az előgondolkodás. És aztán, amikor már elegendő összegyűlt, vagy mint ahogy Fifika említette már, szorít az idő, akkor nekiállok egységes formába önteni ezt. Csak az van, hogy én sem számítottam rá, hogy ez ennyi lesz. Hát ugye szombaton még, a, amikor találkoztunk, akkor mondtam, hogy ja, jó, van, még megyek haza, mert még be kell fejeznem. Én tényleg azt hittem, hogy a hétvégén befejezem. De az van, hogy 30 oldal tömény hülyeség, az egészségügyért felelős államtitkárságtól. Egyrészt rettenetesen lezsibbasztja az ember agyát, tehát itt, itt az utóbbi napokban már olyan voltam, mint egy két lábon járó zombi. Rettenetesen lezsibbaszt, ráadásul nem magunknak készül ez az anyag, hanem az alkotmánybíróságnak, úgyhogy arra is rohadtul oda kell figyelni, hogy tényleg minden szál el legyen varva, ne legyenek benne retorikai hibák, ne legyenek benne érvelős hibák, tehát millió sokszor újra és újra kell olvasni, és csiszolni kell ezeket a dolgokat. És pont ezért mondjuk az államtitkári állításoknak, amiket nem is ő állít, hanem azt állítja, hogy amerikai szakértők állítják, akkor végek nyomon követni, hogy ki és mit is mondott ténylegesen, és ez mire vonatkozik. Pont most volt, mielőtt indult volna az adás felvétele, akkor pont azt pötyöréztem, hogy a CDC jelentéséből a nem tudom én kicsoda mit mondott, és ott a szakértők abban az anyagban megállapították, hogy az elektromos cigaretta a fiatalokban károsítja az agy fejlődését, és a dohányzáshoz vezet. És akkor előástam az eredeti anyagot, megnéztem, hogy Kik mondanak mit, mire hivatkoznak? Oké, okay, akkor egy másik CDC-s anyagra hivatkoznak, akkor nézzük a másik CDC-s anyagot. A másik CDC-s anyag visszahivatkozik négy másikra, akkor keressük meg a tudományos szakironalomban ezeket, hogy miről szólnak, és akkor így derült ki, hogy igazából a rákcsáló kísérletekre, magzati állapotban lévő csimpánzokra, és a terhes dohányzásra vonatkozik ez a dolog, és köze nincsen igazából a serdülő kori agyra, meg ilyenek, és ebből derült ki az is például, hogy az elektromos cigaretta a fiatalokat azért szoktatja rá a dohányzásra, mert 1988-ban a CDC, ismétlem, 1988-ban a CDC kiadott egy anyagot, aminek az a címe, hogy a dohányzás egészségügyi hatásai a nikotin függőség. Tehát, hogy ennyire messze menően, vagy ennyire alá, beleásva kell kiganézni az összes szemetet, és az irgalmatlan mennyiségű idő meg energia, úgyhogy alapvetően az elmúlt két hetem az ezzel telt. Ráadásul ugye én jövő hétfőn kezdek a Vadi új munkahelyemen, úgyhogy én mindenképp szerettem volna így tiszta lappal ezen a héten mindent letudva, és még a kis cégünkbe Kingával most futott le hétfőn az utolsó ilyen magánzós nagyméretű projektünk, amit viszont sikerült határidőre befejeznem. Úgyhogy ez is ezelőtt vette el az időt, hát vagy hogy melyik melyiktől vette el az időt, azt, azt nehéz megállapítani, de hát nagyon brutális, de most már nagyon a végén vagyok. 21 oldalnál járok, és szerintem ez így a, a magyar elektromos szigorát a szabályozás problémájának legátfogóbb áttekintése lesz, ami eddig valaha is kibudjon, hát aztán majd meglátjuk, hogy az alkotmánybíróságnál mennyire üti át ez az ingerküszöbet. Úgyhogy alapvetően ez történt velem, ezen kívül még olyan izgalmak történtek velem, hogy ö, saját BKV-bérletem van, képzeljétek el. Tíz év után, körülbelül tíz év után saját BKV-bérletem van, ami egy ilyen kuriózum számba megy nálam. Eddig más évvel jártál, Krisztián? Nem, eddig olyan keveset kellett járnom mind a városban, mind BKV-val, ahova lehetett gyalogmentem, ahova meg nem oda, meg annyira ritkán kellett mennem, hogy nem érte el a havi szinten azt az összeget a BKV jegyekre fordított költésem, ami mellett érdemes lett volna bérletet venni, de mivel jövő héttől trollival fogok járni munkába és vissza, ezért így már pont átüti az inger küszöbet és pont hétfőn mentem, kellett mennem üzemorvoshoz, jaj, az is még egy jó sztori, aztán több történetem nem lesz, hogy mi történt velem, és az utolsó jegyem volt nálam, és mondom, basszus, én most már nem fogok itt automatát keresgélni, meg ilyenek, illetve keresgélek egy automatát, de hogy nem szarakodok most már egy hetet jegyekkel, az tuti, úgyhogy vettem egy felnőtt Budapest bérletet. Azt a hogy kirúgtál a hámból. Nagyon, nagyon kemény. Tényleg, föl se tudjátok mérni, hogy ez nálam így tíz év után mekkora komfortzónából kilépés és kuriózum. Imígyen. Szóval egy hétfőn voltam üzemorvosnál, mert hogy üzemorvosi papírokat kell vinnem hétfőn a munkakezdésre, és ezért aztán el kellett batyognom oda, és na, nagyon érdekes volt. Én még nem találkoztam életemben olyannal, hogy mondani szokás, hogy megfagy a levegő. Na itt most élőben, premier plánban megtapasztalhattam, hogy milyen az, amikor megfagy a levegő valahol. Már hogy fizikailag? Hát Tudod, amikor így társaság, és így megfagy a levegő. Ja, hirtelen így, azt nem, hogy, hogy olyan, mint a mit, holnap utánban, tudod, hogy tényleg megfagy a levegő, amikor kiregz. Nem, nem, mint amikor mondjuk folyékony nitrogén lepi el a rendelőt, és így mindenki. Nem, Igen. nem, nem erről van szó. Amikor így a, a mozdulat megáll, a szó megszakad, ez a, ez a fajta <laughs> megfagy a levegő. Szóval zajlik a kis üzemorvosi vizsgálat, beszélgetünk, kérdezgetnek, dohányzik, nem dohányzom, talala, talala, túljutunk a vérnyomáson, ezen, azon mindenféle megbeszélgetéseken, Csak olyan, hogy na, akkor légzésfunkciós funkciós vizsgálat. Mondom a doktorőnek, hogy ó, hát az nagyszerű, az remek lesz, most voltam nemrég Debrecenben, amúgy is volt légzés funkciós vizsgálatom, és tüdős is, úgyhogy ezek nagyon szuperek lesznek a légzés funkciós vizsgálat nagyon szuper lesz, és akkor így kérdezi, hogy na, no, hát mi, miért volt Debrecenben? Részt vettem egy tudományos kutatásban, ami a ezt és ezt e, e, vizsgálja, és akkor így visszakérdez, hogy aha, maga volt az egészséges kontrollcsoport? Nem, no, nem, én voltam az elektromos cigaretta használó. és így, ahogy ezt kimondtam, így mind az asszisztens, mind, mind a doktornő így megállt a mozdulatban, és szó szerint megfagyott a levegő. Ez már vége felé volt, úgyhogy nem kérdeztem meg, hogy most azon ütköztek meg, hogy mennyire durván jók a leleteim ahhoz képest, hogy hogy elcigarettázom, vagy azon ütköztek meg, hogy azt mondtam, hogy nem dohányzom, mikor látjuk, hogy elcigarettázom, vagy hogy most min, min volt a megütközés, arra nem derült fény, de hogy így tényleg érezhetően megdermedt mindenki egy pillanatra muris volt. De így most, december óta eltelt megint három hónap, úgyhogy megint volt légzés funkciós vizsgálatom, és még mindig tökéletes a tüdőm. Ezek történtek velem, uraim és kedves hallgatók. Az nagyon fényes, nagyon fényes. <kül> velem még ennyi se történt igazából. Az utolsó két-három, tehát az utolsó adásunk az ugye három hete volt. Azóta Vépmél volt Vépmél hátán, igazából. Föl se tudom sorolni, mert először azt hiszem, hogy jött egy Snapdragon BF kazán, aztán jött egy Paradox Squonker, ez természetesen piros színben pompázó stapfa, g -prov, aztán jött egy Hellfire, Hellfire Shadow, ami szintén BF. És utána volt egy kis ö, attitűd, ami zavart képezett az erőben, mert képzeld, Krisztián, remélem itt a szíved meg fog állni, 23 század milliméterrel kisebb volt az egyik ógyűrű, mint kellett volna, ezért a Mirek drága mod eresztett. Ah! Én is ezt mondtam, csak nem ilyen hangsúlyjal, írtam a készítőnek Márknak, hogy van egy kis probléma. Mondta is, hogy ez, a, ez, ez lesz a baj, ez lesz a baj, mert egymás mellett van a két doboz. No, de semmi probléma. Föladja nekem, de hát én jó magyar lévén azt egyből szétszettem a <laughs> méreg drága készüléket, és teflon az ógyűrű alá betekertem, visszaraktam az ógyűrűt, nem mondtam neki, hogy patent állapotra sikerült így fölhoznom, mindegy, küldött nekem ógyűrűt, Megjegyzem DHL futárral, három darabot, és megemlítettem neki, hogy hát kinéztem én még nálatok, csak nem látom most azt a jóféle driptippet, hogy feketét vagy fe egy feketét vagy ultemet. Na hát, ez is volt a csomagba, egy fekete, és ultem. Úgyhogy a sikeredett, a futár hozott egy hatalmas zsákot, és volt benne három-négy ilyen kis műanyag, meg, meg, meg gumitömítés, meg anyám kínja. Úgyhogy ez volt az egyik nagy történés. Ja, meg megjött az armor kazánom, amit tudod, a, a publikus csoportból x-egyezni kell a privát csoportba, a privát csoportból x-egyezni kell a termékért, és kisorsolnak, és hogyha benne vagy az első x-ben, akkor megveheted. Na, hát ilyen, ilyen, wow. cso ilyen csoportokba voltam. Nem, nem exkluzív cseppet sem. <laughs> Inkább csak azt mondanám, hogy kurva nehéz. <laughs> Úgyhogy Ennyi volt. Aztán mi volt még? Hát most, most azért elég, elég ras volt nekem ez az utolsó két hét meló szempontjából. Viszont egy kis apró érdekesség, Fifika nem biztos, hogy tudja, de azért te benne vagy ebben a, ebben a számítógépes játék világban, úgyhogy tegnap összefutottam a munkahelyemen VR Istvánnal és VR Jánossal, azaz Pistivel wow. és Janival. Ha mi azt gondoljuk egyébként, hogy valami bődületes nagy technikákat lövünk bele itt a podcastelésbe, akkor meg kell nyugtassak a hallgatót is, meg titeket is, hogy fiúk nem. Ami a srácokból lejön, hogy ilyen kis 30 alulról karcolgató figurák, és biztos egy ilyen kis webkamerával úgy veszik, hogy mit beszélgetnek, meg játszanak, és nem. Nem. Tehát, hogyha valakinek mond az valamit, hogy hogy Blackmagic uh, kamera, vagy hogyha így nagyságrendben beszélünk, akkor Ari kamera, akkor... Az na nincs hát, betiltva. Nincs. Na, egy ilyennel uh, jelentek meg, meg uh, mindenféle uh, olyan uh, stabilizátorokkal, aminek... <coughs> na mindegy, a végére összelegóztam. Csak így a nettó árakat is, és, és hirtelen rosszul lettem, mikor a 3,5 millió forint kijött az egyenlet végén, na mondom, és ez még csak tényleg a jéghegy teteje. Na mindegy, úgy készült egy videó, amiben, amiben én is szerepelek, de azt nem mondhatom még el, hogy micsoda, már hogy publikusan, mert hogy privátban már beszéltünk erről talán, de jövő hét vége magasságában ki fog derülni, hogy, hogy mi az, nincs köze a LCG-hez, nincs köze a gameplayekhez, nincs köze a játékokhoz, ez, ez majd az ő tech csatornájukon fog föl ö, kerülni ez a videó, oda fog fölkerülni, és, és majd meglátjátok, hogy miről volt egyébként szó, és egy kis kötődés, apróka kötődés. Fújtam egy pamacsot, mert ha már enni nem tudok, és fél tizenkettő van, akkor legalább egy kis gőzt hadd vegyek a testembe, és a kanyar után belegyalogolt Pisti ebbe a málnagőzbe, és ú, uh, ú, uh, basz, meg ez nagyon baszós, mi ez az illat, mi ez? Nem mondom, elcig. Jó van, azt tudom, én is elcigizek, csak hogy ez mi? Igen, mondom, hát ez remek. Úgyhogy ő is elcigarettázik. Wow. majdnem lebasztam egyébként, mert tegyük hozzá zárójában, hogy Debreceni. De, de még csak mostanában, mostanában kezdett át átállni erre a dologra szerintem, mert ő is, ö, ahogy hallottam, nem keveset ö, szívott, úgyhogy... Na, hát ö, ez történt tegnap, nagyon jó fejek voltak, nagyon érdekes seket beszélgettünk, mindenféle technológiákról, ö, technikákról, ö, többek között így podcast témában is, tehát jó volt kicsit olyan embereket találkozni, akiknek nem kell elmondani, hogy popfiltert rakunk a mikrofon elé, ha beszélünk bele meg hogy, hogy mi, az a, mi, az az Audition, meg, meg, mi az az InDesign, meg, mik meg meg azok a programok, amiket használnak, hogy használják, és a többi, és a többi. Olyan szavakat, me meglátott Pisti valamit valahol, nem mondhatom meg hol. Csak annyit mondod, hogy M-Docs. Hát mondom, persze, igen, van nálunk is ilyen, hogy M-Docs. hát én ott dolgoztam, és én... zseniális, hogy, hogy, hogy ki nem néznéd ezekből a gameplay-es fiúkból, hogy nekik mondasz bármit is, hogy MPLS háló, hogy MDocs, hogy, tehát, hogy IP-s vonalon dolgozott ő is, és, és tényleg kézefogható tudása abban, amit, amit te csinálsz nap, mint nap, és nem is gondolnád emberekről, hogy, hogy Miben van készségük, képességük, ugyanúgy, mint fifikáról se tudjuk, hogy hát éppen, hogy csak akasztott ember nem volt, azon kívül tényleg mindenhez Igen. is ért, mindenhez Igen. is. Az újság kiadástól. És, és a már gőzelővel szerkeszti a 18 remek repülőgép hajtogató a... modell. kettőt. t Rep <laughs> Igen, ezt akartam mondani, hogy csinálhatná valami ízét, valamilyen. Ö elektromos cigi modott papírból hajtogatni, vagy valami. Na, úgyhogy tegnap ez történt. Biztos eszembe fog jutni még még valami, de hát most így, így élem ezeket a játékokat, amik mostanában így a, a lakásba kerültek, amiket itt felsoroltam az előbb. Volt egy, Krisztián, el ne felejtsük, volt egy jó hangulatú ö, baráti találkozó, ahol összejöttünk, pogálcsázgattunk, tekergettünk. Remek volt. Igen, még Krisztián is evett, képzeljétek el tepertős pogit. Megjelent, mert ugye Pinyó hozta a pogit, tegyem hozzá. Tibike hozta a kesudiót, tegyem hozzá. Filip. nem Filip. Filip hozta barátnőjét, mennyasszonyát, a mennyasszonya pedig hozott hókiflit, amiből Krisztián ugye e, ismert e, cukorbeteg révén nem evett, de finom volt egyébként nagyon. Úgyhogy jó hangulatban telt a buli, Tibi hozott valami likőrízű pálinkát, az is egész e, tetszetős volt. Hát, rég nem látott arcokkal lehetett e, összefutni kicsit zártabb körben, tehát nem az a, az a nagyon publikus Játék volt, volt egy valag bottom feeder, készülék meg kazán, lehetett egymás szopókáját nyalogatni, meg ilyenek. Ennyi körülbelül. <kül> Menjünk-e rá a heti témákra, nem sok van, de, de egy pár azért van Menjünk. a tarsolyunkban. Menjünk rá, kérlek. Jó, akkor a másodikat már kiszürkíthetem, zseniális, minden így teljesüljön az életemben. Én igazából hoztam egy, egy egy ilyen kis érdekeset, hát ha valaki ö, igény tart rá, a másik pedig, a másik pedig ilyen, ilyen száraz téma. Az egyik az az volna, hogy hun igen, meg is van. Az egyik az, hogy ugye mindig az a legnagyobb baj ezeknél a feeder cuccoknál, hogy van benne egy palack, ami hát vagy az, vagy nem az, de általában mindig az olcsót rakják bele a a modkészítők, és mindig az a baj, hogy az olcsónak merev a fala, nehéz nyomni, szenvedős, és a többi, és a többi, fönt ereszti a levegőt, és ezért mindig keresi az ember, hogy hol talál jobbat. Na most kijött ezzel a Lukkos, ezzel a, ezzel a szilikon palackal, amit nem olyan, mint, mint, mondjuk, amit máshol lehet kapni, egy másik olasz gyártó Magyarországon is lehet kapni, hogy egy fönt egy tök jó fém kupak, viszont egy, egy műanyag nyakra záródik rá, és az ott kurvára nem... Volt egy olyan becs, ahol egyszerűen nem szigetelt jól, én is szenvedtem vele. És akkor melegítgetni, rácsavarni, kihűteni, már majdnem jó, de mégse jó. Na, erre viszont válaszolt Lukkosz, és csinált egy nagyon-nagyon puha uh, szilikon palackot, ahol tulajdonképpen a nyakára ráhúzol egy fém uh, esztergált gallért, és arra a gallérra húzod rá végül is a kupakot. Uh, nagyon jó egyébként a, a minősége így a videóból, ahogy láttam. És uh, gyorsan rendelni kellett, mert maradták ki több webshopba. El kell mondanom nektek, hogy nem igazán értem a dolgot, hogy amikor 15 euró egy kurva szilikon palack. Tehát ízlelges. 15 euró. Ja, plusz a szállítás, ami DHL -er, 15 euró. <laughs> Úgyhogy gy gyorsan, úgy voltam vele, hogy ilyen <coughs> über, über social leszek. Kiírtam az egyik csoportba, ilyen squonker csoportba, hogy fél négy van, négyig várok, írja meg mindenki, hogy mennyit szeretne. Az enyémet veraktam a kosárba, írt Oszi, beraktam a kosárba, ír még valaki, beraknám a kosárba, kiírja, hogy nincs ennyi. Jó, mondom, akkor visszamegyek négyre, ráfrissítek, nincs készleted. A oh, kurva életbe mondom, hát soha többet nem leszek jó fej. Nem. Szívás. Az. Na de ezek az olaszok, vagy nem tudom én mit konfigurálgattak, de ö, utána még, tudod, idegből nyomtam, commander, 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 ez csak buk, bejön. Na mondom, most már nincs, nincs szórakozás, négyet berakok, megrendelem, kifizetem. Úgyhogy sikerült, <coughs> sikerült orderelni a dolgot, aztán valaki felrakott egy másikat, úgyhogy be fogom rakni az adás linkek közé majd a show notes mert most már akkor így van kettő darab link, aki ilyen palackot akarna, nem azt mondta. Hát úgy mondom, igen, igen kulák áron, az, azt tudjon válogatni, vagy nézelődni, hogy, hogy hol tud ilyenhez hozzájutni. Természetesen akinek nincs bottom feederje, mert drippel, vagy tankol, vagy mit tudom is <laughs> én, annak kartózik, kartózik, annak ilyenekre nem lesz szüksége, de ha esetleg mégis, akkor ez egy ilyen apró kis színes lehet neki. Majd öh, berakok egy videót is szerintem róla, mert azért úgy, úgy lehet érezni, hogy <laughs> miért jó ez a szilikon palack, vagy ballón, nevezzük bárhogy is. Úgyhogy ez lett volna az egyik. A másik, meg nem tudom, Krisztián, hogy ezzel kapcsolatban neked van-e be nem rakott linked, de mikor 14, az tegnapi hír, tegnap délutáni hír a HVG-n csúszik az adótörvény, változik az e-cigaretta szabályozása is. Szerintem majd egy picit azért érintőleg beszélhet, Kérdezek, beszélhetnénk arról, Fifika, kacsint, 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 hogy... A kutyát nem érdekli, Charlie. Hogy mi az, ami... ami... Nem érdekes. Mi? Semmi nem érdekes. Ja, értem, jó. Mit kérdezni akarsz. Oké, okay, akkor azt majd nem mondod. Jó. Én mondani akartam, Fifika elzárkozott. Oké. Okay. Tehát az a lényeg, hogy... <coughs> Most olyan hangzatosan jön, hogy támogatja a kormány, hogy három hónapba kitolják a jövedéki törvénynek az életbeléptetését. Úgyhogy ö, most megint itt a, az időpontokkal megy a fingreszelés, úgyhogy azt mondják most, hogy az új jövedéki szabályzás április 1 helyett július 1-től legyen hatályos, illetve ez lenne nekik az üdvözítő. Közben találtam egy szöszmözt a mikrofonnak a szívacsán. És ugye most már ott vagyunk, hogy ez egy módosított időpont módosításának a módosítása, ugye, mert hogy eredetileg januárban lépett volna életbe az új szabály. Életbe is lépett. Az a része ugye? nem, amit itt mondtak, ugye. a ja. Erről beszéltünk már talán, fú, az meg, most a hetekkel már nem vagyok tisztában. Tudod, mikor itt a Fifikával beszéltünk, hogy Változik, de ha nem változik, melyik változik, új lép helyet te életbe, vagy az, ami Káosz, még. Igen, igen, igen. 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 Az, az fölösleges arra kitérni, hogy így hogy kell a, a cégeknek majd ö, ö, adatot szolgáltatni a NAV-nak, mert az az e től független, ugye ez, a, ez, a, ez az agyrém, ez a csak úgy lehet kifehéríteni a gazdaságot, hogyha elektronikus adatkapcsolaton keresztül ö, szolgáltatunk adatokat a NAV-nak. Érdekes egyébként, hogy ma még nem néztem, de tegnap például még ez a módosító javaslat nem volt fönn a parlament hún az között. Úgyhogy gondolom előbb-utóbb csak fölkerül. És ugye megváltoztatják azt a szabályt is, ami szerint ugyanaz az adó szabály vonatkozna a nikotinmentes. Miért? Tehát itt is mindig nikotinmentes elcigarettára cigarettára meg. Most erre majd külön ki fogok térni. Tehát a és e mint azokra, amelyekhez nikotint használnak. Tehát csak a nikotin tartalmú töltő folyadék fog jövedéki szabályozás hatája alá tartozni. Ö... Egyik szemem sír, a másik nevet. Mindjárt erre is kitérek. Ö... Mert ugye az a fura be az egészben, hogy Tállai András annó no, emlékeztek, elmagyarázta, hogy miért jó az, hogyha a Simplicity jegyében Bizony. még a nikotinmentes folyadékot is a jövedéki termék körbe vonjuk be. Megvilágosodott, biztos, vagy én nem tudom. Nem, a cikkekben is elzárkózott a kommentálás elől. Ja, persze, hát ezért jó hát, a rövid, a, a rövid sajtófolyosó, tudod, mert ott pont éppen telefonál, vagy mit tudom én könnyű elzárkózni. Én mindig azt Elés várom. Kevés dolognak, mondják, Mindig azt várom ilyenkor, tudod, hogy mikor valaki a füléhez emeli, hogy épp telefonál, és ezért nem tud nyilatkozni, egyszer pítjenne meg valakinek, tudod, hogy valaki épp akkor csökkenti meg. Szóval itt, amikor mondják ezt, a, hogy csak az lesz, ami nikotin tartalmú folyadék, hogy az lesz jövedéki adóköteles, akkor már az én fejemben ott van a kis ördög, hogy örülök neki, de. De mi, tudjátok a magyar milyen? Mindig a kiskapu, meg mindig a, az ügyeskedés, hogy, hogy ebből nem, -e, tehát nem -e fogunk csöcsre szaladni. Mert aztán majd, aztán majd tényleg az lesz, hogy mindenki majd ő, nikotinmentes folyadékot árulok csak, és akkor a pult alól, ha elég jó haver vagy, akkor mit tudsz, hogy lehet, hogy olyan nikotint kapsz, amit hármat csöppentesz a kicsibe, és akkor jó lesz. Nem biztos, hogy az Nem jó. Árulhat. Fifika, tudom, hogy nem árulhat, értem, hogy nem árulhat, de tudod, most kacsintok. Na, hát az meg sok hát fi, ember nem árulhatott volna. Évek eddig óta, is óta minden. visítozunk minden létező fórumon, hogy amit, amilyen intézkedéseket hoznak, az fekete gazdaság, fekete gazdaság, fekete gazdaság. Szemlátom, már senkit nem érdekel. Nem, de. Uh, a másik... Én a mondó vagyok egyébként, hogy bocsánat, ebben a kérdésben igazából ahhoz képest, ami az eredeti felütés volt, és amilyen szabályozások uh, itt napvilágot láttak Magyarországon, igazából mi minden egyes apró kis uh, változtatásnak szerintem rohatul örülnünk kell, ami ami egy kicsit is lazít. Persze, azért a mondtam, hogy ennek örülök, csak... Agymenéseken. Azért ott van a fejemben. Ne, messze a nem ördög. tökéletes, ez mondjuk igaz. A másik, hogy itt van a kezemben a HF-nek a doboza, Hellfire-nek, na. És benne van a kis kártya, hogy ez a termék nikotin tartalmaz, hat, amely addiktív szer, és káros az egészségre. Basz, egy kibaszott modnak a dobozában. Szóval, nem csak nem. Szerintem balátom. lassan a, színe, a, színes tévék dobozába is be kellett volna rakni, mert alapvetően az minden létező termékre igaz, hogy vagy tartalmaz nikotint, vagy nem. Hát, ha tudod, akkor tartalmazni. De ugye ez december óta már nem is kell, hála a jó égnek, plusz egy piros pont az értelmes irányba történő elmenetelben. Úgyhogy ennyi lett volna, hogy ha valami van, akkor fűzzetek rá erre a HVG-s párbekezdésre, tehát, hogy engem egyébként meg uh, hihetetlen módon el, uh, elszomorít uh, az a fajta uh, hozzáállás, ami, ami mondjuk, tudod, ez a... Leszarom, egy halom kommentet végigolvastam egy halom csoportban. Ugye ez, ez a cikk több mutációban megjelent több uh, online... Uh, újságnak az oldalán, vagy hát nem ez a cikk, hanem erről a, a sztoriról cikkek. És, és a kommentelők nagy része, akik nem fogalm sincs tényleg, hogy mióta egy cigarettások mióta követték ezt az egész történetet, hát most már lassan azért mondhatjuk, Krisztián, nem, hogy egy öt éve megy itt. Lassan. A, lassan, annyi lassan igen. öt éve megy itt az cigarettás társadalom ilyen-olyan amolyan vegzálása, nyomorgatása, és és most már nyugodtan mondhatjuk, hogy kizsákmányolása. És aki az elejétől kezdve végig nézte ezt a storyt egészen közelről, és mondjuk még esetleg a, a seggét is fölemelte, hogy tegyen érte valamit, az tudja, hogy hogy ezek az igazán icipici engedmények azok, amiket hát kvázi ki lehetett valamilyen módon grundolni a, a jelenlegi kormányzatból. Aki pedig erre azt mondja, hogy, hogy ez semmi, és hogy gyakorlatilag, Adtunk a szarnak egy pofont, semmire nem mentünk vele, de a izé, meg. Ne, tehát gyerekek, az egyet gondoljunk végig, amit Krisztián is mondott, honnan indultunk? Honnan indultunk, basszus, hogy nem lesz ízesítés, hogy mindenféle uh, likvid, mindenféle erősségben 475 ezres uh, bejelentési díjjal indul, plusz. Mennyi volt az adó, Krisztián? 70? 70, igen. 70 forint per milliliter, a mentes is. Na most ehhez képest azért némi árnyalatnyi különbség van a piacon, nem kell ízenként, erősségenként, csak erőségenként megfizetni a bejelentési díjat. Lehet ízesítés, mentó, gyümölcs és dohány, és szóval, na, tehát nem, nem tudom, biztos kihagyok valamiket még, amik így menet közben jöttek, mentek törvényben, de, de hogy hetente újra kellett olvasnunk az egész törvénytervezetet átózéig az biztos és semmiben nem voltunk biztosak. Tehát ezt akartam mondani, ma a hogy és a szarul félreértelmezett, vagy az ő általuk szarul kigondolt hülyeséget először értelmezni, hogy mire gondolhatott a szerző, és aztán annak fényében több variációt reagálni, hogy ezt rosszul gondolták, nem arra gondoltunk. Akkor meg azért gondolták rosszul. Szóval igen. Tehát, hogy, hogy, nekem három jövedéki szakértővel kelljen konzultálni, hogy január 1-től vajon a nullás jövedéki adó alá esik, vagy nem. Mert egyébként ugye az élcigarettáról szóró törvény csak nikotinas utántöltőről beszél, kivételt képez a dohányzást imitáló egyszerhasználatos eszközök. És vajon a tartály, az mit jelent? Tehát az most a két milliliter mire vonatkozik? Tehát itt olyan, olyan, értelmezési, jogi, nem tudom én, ilyen, olyan, amolyan procedúrák voltak, ami egyszerűen vérlázító. Tehát, hogy, hogy neked egy külön szótára kellett bolyongani, öt emberrel egyeztetni, hogy most akkor vajon az RBA lehet-e 5 is, vagy 4? Vagy arra is vonatkozik a 2 milis korlát? Tehát ez, ez elképesztő. Tehát ami, ami itt, itt megy, az, az egyszerűen a félrevezetés, a félretájékoztatás, a nem világos törvényalkotás, a, a hozzá nem értés, a, akitől kérdezel hivatali szinten, az életében elcigarettát még csak fényképen látott, folyamatosan hülyeségeket beszél az egyik levelével üti a másikat, szóval itt ez, ez a káosz csúcsa volt. Na és erre ül, mit tudom én, most mondok egy nevet, kukorica, mit tudom én, Balázs a fotelbe, és megmondja nekem a tutit. Érted? Tehát ilyenkor, komolyan mondom, ha itt lenne, biztos, hogy lefejelném. Hát... Hol, hol voltál, barátom, az elmúlt öt évben? Érted? Mit csináltál az elmúlt öt évben, hogy neked jogod van, baszki, egy kibaszott fotelből, miközben eregeted a gőzpamacsot, belevágni a képenbe, hogy ez szar. Hogy idáig szart se csináltunk. Hol voltál? szar se is. Mert, mert, a kis, még csak nem is a kispadról bazd meg, a stadion előtti parkolóból beordibálni, hogy én hogy, nem, én, fifika, én hogy focizok, bazd fifika. meg, nem, én látlak az magam előtt. kurvára nem korrekt. Fifika, látlak Értem? magam előtt a Pancsó arénában, és tőle azt mondja, hogy 7-800 méterre vonul el a kisvasút, és így a kisvasútról így, így oda köpi a mondatát, hogy ez szar, és közben egy robog el a vonat, már nem hallja, amit te válaszolsz rá, meg egyébként is te a meccsel vagy elfoglalva. Atyám, micsoda hasonlat, Jézusom, ez jó volt. Na. Nem, ö tehát, én, én ma teljesen kiakadtam ezeken a, a, a nagyképű, és, és ebbe volt minden. A sunyi kereskedőtől meg, a feketéző ö, véperen át a. a nem, 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 nem tudom, én sima segjóskáig bezárólag minden. Hú, na. A ennyi. Fifika, röviden ezek után csak úgy mondjad őket, hogy az FF-ek, tehát a fotel forradalmárok. Engem ezek egyébként nem szoktak annyira frusztrálni, mert én elengedem magam mellett ezeket a dolgokat, mert... De Krisztián pont nem csinálsz semmit. Most mit csinálsz? Mit szarakodsz egy ilyen alkotmánybizottsági lószarral, érted? Hát már, engedd már el a picsába. Mit izé faszoskodsz bazd meg? Mi hősködsz? Vagy mi? mi, mi? Az az, meg? nem. A felső X. A felső X. <coughs> Meg, hallod? Meg ne legyél mártír. Vagy az lehet, hogy én ne legyek. Te se legy. Senki ne legyen mártír. Igen. Na mindegy. Ne menjünk jobban bele, mert hát az már a mosakodás. A. ff eknek Nem. FFF-eknek. Fasz fotel forradal. <laughs> mindegy, hagyjuk ha a faszomba szerintem, engedjük el azt a sztorit. Na engedj, tő, tényleg engedjük el. Mondok én, kell, mert mond... a végén még baj lesz. Mondok én neked sokkal jobbat. Azért, mert meg kell nyomni ugye mújó miatt a dolgot. Ja, de hát lassan, lassan már jó irányba haladunk, hogy végezzünk is. Nekem még az jutott eszembe igazából, hogy azért, mert 15-20-30 ember butaságokat beszél, soha nem szabad elfelejtkezni arról, hogy van közel 3 millió dohányos ebben az országban, akiknek a jövőbeni ártalom és egyebekért érdemes dolgozni. Ezt lefordítom neked, is... Fifika, a mújó arra hajt, hogy legrosszabb esetben halála után a hősök terén lecseréljék ott fönt azt a baszott nagy szobrot, és egy ilyen legalább egy mújó szobor legyen ott kezében mondjuk egyikben a, a gőzléreszközével, a másikban stoppossal, a potyautassal. utassal. Az egy szép lenne azért, nem? De, ugye? Na, Biztos, mondom, hogy szép lenne. 19. El, elbicikliznék előtte sokat. Ö, de... Igen, mikor azt mondtam, hogy legjobb esetben halálod után. <laughs> Akkor már viszonylag sokat uh, nem bicikliznék. Ó, uh, lehet, hogy mauzóleumot kapnál. Hát nem tudom. Néha elgondolkozom azon, hogy azért tényleg mennyivel egyszerűbb lenne mindannyiunk dolga, hogyha magasról beleszarnánk ebbe az egészbe, és azt csinálnánk, amit a, 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 a nagy többség olyan elképesztő mennyiségű idő szakadna az ölünkbe, amit bármire el lehetne költeni és tölteni. Például... Nem, nem, egyszer, például egyszer eljutunk oda is. Például a 150. tali megszervezésére. Igen, é, igen. Bocsánat. A 150. talira kitérve, csak kizárólag, és ezt most kijelentem, csak kizárólag fél alkoholisták jöhetnek, aki vagy nem az, vagy teljesen az ki van zárva. Az, az milyen a félalkoholista? Nem tudom, de... Ez most így el, Ja, Jaj, jó, 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 és akkor ezt, úgy mi, ha, mi hozzuk meg a. mi húzzuk meg a határt? Értem, zsír. Három adás ezzel együtt, tehát ennyi idő alatt kell megszülnünk, publikálnunk, ö, és a többi, és a többi. Dübörög. Dübörög tessük meg a héten ezt ö, ezt a dolgot. A másik, ugye, fölírtam ide a sípot, azt azért írtam föl a sípot, mert zseniál volt a mai közvetítés. Hallottam uh, szellemi vezetőnk hangján, pici aktuálpolitika napjainkból, azt hallottam szellemi vezetőnk hangján, és az már rég rossz, amikor az irányérzékeny mikrofonból, ami a szája előtt van, abból hallod vissza a sípolást tőle egy kilométerre. Ott már azért gondok vannak. És uh, ő is. Hangos, tehát a végére elfáradt a hangja, hallottam, hogy, hogy ott már voltak gondok. <kül> Na, hát itt tartunk most, de nem is ez a lényeg, ezt kiszürkítem, hanem hogy van nekünk egy igazán jó hírünk az utóbbi egy-két hétből. Egy részét már meg is oszthatjuk, ami publik. Az a publik, hogy Aaron Bieber, nem tudom, ismeritek-e, valami szírszar, fiszenfaszon filmet csinált, egy dokufilmet és probléma volt, hogy csak egyszer vetítik le, és azt is csak az Urániában, ami Pest, és nem Debrecen, és nem Karakó szörcsök, csak a kiválasztottak nézhetik meg. Ez változni látszik. Ugyanis approve kapott az iTunes-tól, 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 iTunes ahogy akarjátok, úgy hívjátok, úgyhogy hamarosan meg fog jelenni először ugye az amerikai store de át fog szivárogni mindenhova máshova is. Tehát onnan ki lehet kölcsönözni, vagy meg lehet vásárolni. Ez az egyik jó hír, a másik. Pe igen A másik jó hír pedig az, hogy aki nem rendelkezik, vagy nem akarja onnan megvenni, az fizikai valójában manifestálódva is meg tudja ezt majd szerezni, ugyanis hamarosan a Blu-ray verzió is elkészül, és már kérdezte is Erron, hogy kik azok, akik nagyobb számban átvennének, mert akkor ők, ők kapnának némi kedvezményt is rá. Tehát nem az, hogy egyenként, hogy én vagyok kis Pisti a, a 8. B-ből, és szeretnék egyet rendelni, hanem mit tudom is én a akármelyik hazai, nem is kell forgalmazónak lenni, csak valaki berendel mondjuk belőle tizet, vagy huszat, vagy ötvenet, és akkor azt ő értékesíteni. Úgyhogy ennek is eljön az ideje. Krisztián nem jött válaszba, az meg azóta se a felirattal kapcsolatba. Nem, nem. Épp James, James, érdez, James. Lesz-e rajta felirat? Nem a Baxter, le, persze, hogy lesz. Nem a Baxter, nem a Néron. James-et kell baszogatni. James, James, James. De már neki is írtunk. Tudom, láttam, baszki, de hát, <kül> na, hát ez van. Szóval jönni fog, és, és mások is vannak, amit a csatornákat nem lehet, meg babonából sem kéne most itt betrombitálni, de, de vannak még más csatornák, amiknek kiment a request, és uh, valaki már egy picit előrébb haladott annál, mint sem, hogy csak kiment a request, hanem valami tárgyalás ott már zajlik a háttérben, és tényleg nem, nem ilyen izére kell gondolni, ilyen Echo TV-re, meg a, mit tudom is én, a <kül> RTL-en a, a két uh, időjó, nem, mi az Isten, ez a, tudod, ez a, most gondoljon erősen, leveszem a rontást, jó, fölírtam erre a papírra, megy a pénzenergia, tehát nem ilyen blokkokban fog bekerülni, ha bekerül, hanem, hanem tényleg úgy veszik meg, mint egy rendes filmet, tehát a rendes értékesítési hálózatban, úgyhogy szépen haladnak a, a Billion Lives-os dolgok, aminek mi nagyon örülünk, legalábbis én személy szerint baromira örülök, és akkor végképp mindenki elcsendesedhet, hiszen ha azt mondja, hogy nem láttam, akkor lehet mutatni, hogy hát ott van Blu-ray-en, vagy ott van az iTunes-ban, vagy ott van az akármin. Bezony. <laughs> Magvas válasz volt. Bezony. <laughs> Végre valahára, én már úgy szeretném még egyszer megnézni. És azzal a felirattal. Egyébként most írta, pont... Elkül pont, pont a Lisbetet olvasom, hogy hát mondjuk ezt, ezt nagyon nem értem, hogy, hogy lehetséges-e az, hogy mit tudom, és én náluk a webshopokba tudod menne ott ilyen háttérmozinak a tévén, de hát nem tudom, Lisbeth nálatok milyen szabályok vannak, de nálunk azt le kéne jelenteni az artisiusnak, meg az anyám kínjának, hát ez, egy, ez olyan, mint hogy a beraknám a izét a, a vagy az akármilyen filmet, és és ott menne, hát az nem lehet, mert az, az, az már vetítés, meg közösségi sugárzás, mit tudom én. Ez zárt körül. I I igen, mert tudod, ha bemegy valaki Zárt a fodrász csak a tévé megy. Bemegy valaki bejöttek, a fodrász is. és... Bejöttek, így... bezártam az Igen, azt akartam, hogy ráfordítja a kulcsot, az jó van. Szóval hát azért ennyire nem kell erőltetni a dolgot, ö, szerintem, mert nem... A szép lett, bemész a webshopba, és így így mindenki áll 90 perccel, és nézi a filmet. nem Vásárol, nem vásárolnak, csak így nézik. a Bejöttem megnézni a filmet, tudod, mert ingyen van, ha itt nézem. Szóval, ja, alakul, alakul, az a lényeg. És már csak egy téma van itt? Kettő, mert nekem eszembe jutott még egy itt menet közben. <laughs> Tudtuk, hogy, tud, tud, hogy lesz. Érdekességképpen, ha már így visszatekintett, Fifika arról jutott eszembe, hogy így már lassan öt éve próbálunk meg valami épeszű, értelmes elektromos cigaretta szabályozás felé terelni döntéshozókat, hogy a minap valahogy a kezembe keveredett, már nem is emlékszem, hogy milyen apropó kapcsán a régi évekkel ezelőtti FV Európai Polgári Kezdeményezésnek a manifestója, és így átfutottam, és, és így pofán vágott a felismerés, hogy az bele lehet, amennyire bele lehetett nyúlni évekkel ezelőtt, hogy miféle negatív következményei lesznek az Európai Dohány Direktíva bevezetésének, abban én annak idején belenyúltam, srácok. Úgyhogy ha mondjuk annyira nem volt nehéz látni, hogy mi lesz, érthetetlen, hogy mondjuk ezt a jogalkotó miért nem látja ezeket a dolgokat, pláne miután külön fölhívják rá a figyelmét. Ha nem bánjátok, összefoglalnám, hogy, hogy mit vízionáltam én itt évekkel ezelőtt. Okay, hogy no olyan szabályozást alkossanak meg, amely lehetővé teszi, hogy a jelenleg is aktív vaperek továbbra is hódolhassanak hobbiuknak, anélkül, hogy bármely olyan korlátozás bevezetésre kerülne, amely negatívan érinti az elektromos cigaretták és a hozzá kapcsolódó termékek hozzáférhetőségét és sokszínűségét, hasonlóképp azon tagállamokhoz, ahol az elektromos cigarettát nem sújtja semmilyen korlátozás. Lehetővé teszi a jövőbeli vaperek számára, hogy megtapasztalhassák azt a gazdag vaperkultúrát, amelyet azokban a tagállamokban élvezhetnek a vaperek, ahol az elektromos cigarettát nem sújtja semmilyen korlátozás. Továbbá lehetővé teszi, hogy az érintett gyártók és kereskedők a piacon maradhassanak anélkül, hogy a szabad kereskedelmet ellehetetlenítő vagy korlátozó, teljesít, teljesíthetetlenül költséges engedélyezési eljárásokkal sújtanák őket. Azt hiszem... Azt hiszem, hogy ebből igazából negatív oldalról megközelítve igazából mindenek sikerült. Igen, nem az van, hogy elolvasták és akkor azt mondták, hogy na figyelj, amit ez leírt, azt mind az ellenkezőjét megcsináljuk. Én nem tudom, én nem tudom de erről eszembe jut egy-két ember évekkel ezelőttről, ha vészmadár, ilyen sose lesz. Című felkiáltásokkal. Hát, well lett. Azt kell, hogy mondjam, hogy lett. Ha erre nem akartok bővebben reflektálni, akkor viszont egy jó hírt is megosztanék mindenkivel. Mert hogy ugyan még nem nyilvános a 2016-os ifjúsági dohányzás felmérés a dohányzás fókuszponttól, viszont az alkotmánybíróságnak benyújtott állásfoglalásában az egészségügyért felelős államtitkár már idéz abból, valószínűleg olyan közel van a tűzhöz, hogy már kéz alatt megkapta az adatokat, és az a helyzet, hogy a 2016-os ifjúsági dohányzás felmérés varázslatos számokat mutat. Az történt ugyanis, hogy idézek az államtitkári állásfoglalásból, a naponta 2016-ban kapott eredmények alapján, blabla, bla, a naponta e használó fiatalok a minta 0,5%-a, tehát fél ezreléke, 6,25 vagy 25 százaléka soha nem próbálta még ki a dohányzást. Na ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a napi rendszerességű e használó fiatalok, ez a fiataloknak a fél százaléka, tehát 5 ezreléke. Ez baromira jó, mert ez egy rendkívül alacsony szám. És ennek a 6,25 százaléka az, aki életében még sosem dohányzott, tehát a 2016-os adatok alapján elmondható, hogy a magyar fiatalkorúak 0,03 százaléka a 300 ezreléke az a fiataloknak, aki úgy használ elektromos szigarettát, napi rendszerességgel, hogy korábban sosem dohányzott. Na most ez elképesztően alacsony szám, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk. Hozzáteszi még az államtitkár úr azt is, hogy 25%-uk a naponta elcigarettát el használó fiataloknak jelenleg nem használ dohányterméket, ami teljesen jó, mert igazából ebből ki lehet olvasni, hogy az elektromos cigaretta, bár nem ajánlott a fiatalkorúak számára a használata, szemlátomást a rendszeresen mégis e-cigarettát használó fiataloknak a negyedét távol tartja a dohányzástól. És még egy érdekesség van, ugye a nefi elég érdekesen fogalmazza meg ezeket a számokat, úgyhogy csak az arányokat figyeljétek, ne a pontosságát. A nem dohányzók 1%-a használta egy cigarettát 2012-ben, még ez az arány 2013-ban 3% volt. Ugye ez volt az, amit vitattunk, hogy hol 3, hol 4%-ot mondanak, és teljesen áttekinthetetlen, hogy most akkor milyen csoport mire, milyen euh, rész, részhalmazára is gondolnak, vagy hogy hogyan kell ezt pontosan nézni. Viszont ami nagyon lényeges, hogy ez az állítólagos 3% 2016-ra 1,7%-ra csökkent. 2012-ben az e-cigarettát használó fiatalok közül 16% még soha nem próbálta ki a dohányzás, hogy ezt is honnan találják ki, az mindegy. 2013 ban ez az arány 28%-ra emelkedett, állítólag 2016-ban pedig 20%-ra lecsökkent. Úgyhogy, ha tényleg nem is vitatjuk, hogy ez most konkrétan mit jelent, és jól számolták-e, vagy ilyesmi, pusztán az arányokat tekintve elmondható, hogy 2013-ról 2016-ra a világban tapasztalható egyre növekvő elektromos cigaretta népszerűség ellenére a magyarországi fiatalok között az elektromos cigaretta használók, és azon belül is azok aránya, akik úgy használnak elektromos szigarettát, ami ugye ez a veszőparipájuk, hogy kapu a dohányzáshoz, mert a fiatalok egyre növekvő aránya használja úgy, hogy korábban sosem fogyasztott dohányterméket. Szemlátomást ez nem, hogy állandó és nem nő, de még visszafelé is fordul ez az arány csökken. Úgyhogy én ezt személy szerint elképesztően jó fejleménynek értékelem. Kíváncsi a hogy a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet és az államtitkárság hogyan próbálja úgy csa csűrni, csavarni majd a tényeket, hogy ez mégis valami szörnyű dolognak hasson. Mit szóltok ezekhez a fejleményekhez? Három év eltelt, végre készült ezek szerint egy felmérés, és baromi jó számok jönnek ki belőle. Hát szerinted, Krisztián, <laughs> hát én én megmondom őszintén, aggódom. Aggódom, Tobi. hogy ezt hogyan fogják görbíteni. Érted? Szóval... Persze, baromi jó, csak az interpretációra leszek kíváncsi. Persze, az interpretáció, meg nyilván furaságokat fognak mondani ezzel kapcsolatban, de hát a tendencia elképesztően jó, az arányok, amit a legelején mondtam, elképesztően jó, teljesen jól analóg azzal a világszerte megfigyelhető jelenséggel, hogy alapvetően teljesen elhanyagolható azok aránya, akik nem dohányoznak, de mégis elektromos hát használnak. Innentől kezdve a kapu a dohányzáshoz és egyéb dolgok eléggé nem látszódnak érvényesülni, ahogy eddig sem látszódtak. Ha majd meglátjuk, mi lesz. Fifika. Igen. Én valamit kiírtam, ha jól emlékszel, pár hete a párásító podcast csoportba, hogy nagy változások jönnek. Hi. Jó! És kép, most beleolvastam, és szemfüles Bárány Miklós egyből rákommentelt, egyből rá hogy hát az már elmúlt, az már lejárt, úgyhogy... Egy kicsit még várjunk Krisztiánra, addig érled magadban a dolgot, hogy ezt el akarod, el lehet-e mondani, avagy még nem akarod megosztani a nyilvánossággal. Kíváncsi lennék. Na, szerintem, figyelj, várjuk meg a talit. Jó bocsánat, nekem ki kellett ugranom, mert Kinga yeah. elfelejtett lakáskulcsot vinni magával. Jó. Tehát most azt beszéltük Fifikával, hogy még nem áruljuk el, hogy mi az a, az a, nagy változás a podcast életében, illetve hát az egyikünk életében, illetve a mi kis csapatunk életében. Mi az a változás, ami, ami havarosan be fog következni? Vizionáltak itt mindent, hogy államtitkár lesz Mujó, hogy Fifika kilép, vagy posthumus hadnagyjá léptetjük elő, de jó, akkor ez marad a 150. találkozóig. Akkor még mindig nem sejti senki, hogy férfi kórusá alakulunk, és énekelve fogjuk tolni a podcastet? Lebuktunk. <gül> <gül> igen, igen, új intronk lesz, amit Krisztián fog véghez vinni Fifikával. Nem. nagyon... Hát majdnem azt mondom, hogy jó pofa, de erre nem szokták azt mondani, hogy jó pofa. Érdekes lesz a, a, hír, örömteli lesz a hír, vagy nem. Attól függ, hogy ki hogy fogja az ilyet föl. De, de akkor már csak most ez a 147 lesz, tehát igazából már csak két-három hetet kell várnotok vele, és meg fogjátok tudni, hogy, hogy mi is ez a dolog, történet, történet, történet. Addig pedig Benzvony. el is tehetjük magunkat. Köszönjük szépen, hogy kibírtátok ezt a két hét kényszerszünetet. Innentől kezdve folytatjuk úgy, ahogy ahogy tudjuk, ugyanazzal az el elánnal jövő héten mindenképp találkozunk. Addig is. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi! Sziasztok!